Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Vajda László baráti felkérése hozott ide. Nagy meglepetés volt ez számomra már. Életrajzaink több pontban találkoztak, és hát ez az oka annak, hogy én most itt vagyok, és próbálok valami fontos dologról egy üzenetről, ugye, ennek a két művésznek a felénkülő üzenetéről pár szót szólni. Három dologról akartam szólni, ahogy végig gondoltam, hogy milyen értelmet adjak az itt értünknek. A három dolog egyfelől, az első dolog ezek a képek és ezek a szobrok. Ezekről szerencsére nem kell sokat mondanom. Ezek szerencsére érthetően szólnak hozzánk. Elég végignézni őket, megállni előttük, elgondolkodni egy kicsit rajtuk, és meg is kaptuk az üzenetet. Azon túl persze vannak okos szakemberek, akik okosakat, akár új dolgokat is tudnának mondani ezekről a képekről és ezekről a szobrokról. Hogy mégis ennél az első pontnál valami lényegeset is mondjak, az idézett Ince János önéletírásából, mert ez végül is mindkettőjükre, Ince Jánosra is és Vajda Lászlóra is érvényes. Festés nélkül nem tudom elképzelni az életemet. Én nem is a valóságot, nem is a mását keresem, hanem a képet úgy festem, ahogy bennem van. Ez nem dés, ez kép, a kép én vagyok. Tehát sem a portrékban, sem a városképekben, sem Vajda László szobraiban nem anatómiát keresünk, hanem tulajdonképpen a két művész képét a világról, ahogy ők látják a világot, és ahogy ez bennük megfogalmazás jel. A második téma, amiről mondani szerettem volna pár szót, az tehát a két művész. Az előbb a művekről mondtam pár szót, most a két művészről pár szót. Ince Jánosról ugye elhangzott, hogy 112 évvel ezelőtt született Színérváraján, a történelmi Szatmár vármegyében, félúton Szatmár-Németi és Nagybánya között. A magyar művelődés történetben Színérváraja, Erdősi más néven Szilveszter János nevéhez kötődik, ő ott született, 1500-as évek végén volt Bécsben egyetemi tanár, és ő írta az első magyar időmértékes verset, az első magyar disztihont. Mindmáig egy izmos, rokonszenves, életszerető magyar lakossága van Színérvárajának. Elhangzott már, hogy Ince János sokfelé megfordult, mégis nagyon röviden